pikaszó és üdvözlő ital. Így fogadták a hajdunánási Kossuth Vadásztársaság bájának vendégeit. Az immár 67 éve működő vadásztársaság hagyományos vadászbájára ez alkalommal is a vadászokat és családtagjaikat, valamint a földtulajdonosokat és baráti társaságokat vártak. A rendezvény a hagyományokhoz híven a vadászkürtön felcsendült, vadászok köszöntésével vette kezdetét Kéki Imre művésztanár előadásában. A bál résztvevőit Szólát Tibor, a Kossuth Vadásztársaság újonnan megválasztott elnöke köszöntötte, aki egyúttal bemutatta a társaság új vezetőségét, valamint megköszönte a leköszönő elnökség munkáját is. Hadadi Imre mintegy 11 évig látta el a Kossuth Vadásztársaság elnöki posztját, és ez az időszak igen eredményes volt a társaság életében. A társaság együttműködésével sok sikert értünk el, hiszen évtizedek óta működik Nánáson vadásztársaság, de saját vadászháza nem volt. És az elmúlt 10 éven belül sikerült összefogással, támogatással és elszántsággal megteremteni azt, hogy ne az árokparton gyülekezzünk, hanem legyen nekünk egy házunk, egy úgymond hazánk, ahol összejöhetünk, és onnan elindulhatunk vadászni, illetve oda megtérhetünk, vagy bármilyen rendezvény ott megtarthatunk. A leköszönő vadásztársasági elnök több mint egy évtizedes tevékenysége után bízva az új vezetés sikerében adta át az elnöki posztot. Megmondom őszintén, hogy ez 77. évhez közeled, de most már azért azt szokták mondani, hogy a puskapor vastagát ellőttem, és így azt gondoltam, hogy most már én ezt átadnám másnak és át akarom adni. Nagyon elhatározott szándékom volt. Én örültem annak, hogy olyan vezetés került a leköszönő vezetés helyére, összetételébe, vezetőjébe, akiktől én személy szerint azt várom, hogy nem romlik a társaság pozíciója, hanem javulni fog. Hadadi Imre az elmúlt hosszú évek tapasztalatával igyekezett az idei bál sikeres megszervezéséhez is hozzájárulni. A bál szervezésébe, amit tudtam segíteni a szervezőnek, személy szerint információval és egyébben én segítettem, Juhász István konkrétan, mint ahogy máskor is segítettem a szervezőket. Én azt látom és tapasztalom ezzel együtt, hogy mind színvonalába, mind szervezési szempontból nem áll hátra, mint amit korábban szerveztünk. Nyilván volt néhány gondolatom, amit hozzátettem, hogy ezt még jó lenne, azt még jó lenne, anélkül, hogy kimondanám, hogy miről van szó, de bejött. És ennek örülök, hogy mindenki jól érzi magát. A leköszönő elnök természetesen az új vezetés számára is sikeres és eredményes együttműködést kíván. Ami a tanácsokat illeti, azt szokták mondani, az könnyű adni, de én azt gondolom, hogy az alapvető kérdés az, hogy barátságban és együttműködésben tevékenykedjenek, mert annak meg lesz a gyümölcse. Én ezt tapasztalatból mondom, hogy amikor ameddig támogatás van, meg barátság, nem egymás ellen való ágálás, akkor azt a társaságot, azt a csapatot nem lehet semmivel se megrendíteni,
Én ehhez kívánok nekik nagyon sok sikert és jó együttműködést. Én ebbe támogatni fogom az új vezetést, és ezzel együtt a tagságot is. A Kossuth Vadásztársaság báján már hagyomány, hogy a városban működő tehetséges tánccsoportokat kérik fel az est műsorának színesítésére. A vendégek többek között az Aranyszalma ifjúsági néptánccsoport előadását tekinthették meg. Ugyan más műfajban, de hasonlóan látványos és lendületes produkciókkal készültek a Phoenix Fusion Tánciskola csoportja is erre az alkalomra. Szolá Tibor, a Kossuth Vadásztársaság új elnöke, határozott célokkal és a régi hagyományok megtartásával tervezi a társaság jövőbeni vezetését. A Kossuth Vadásztársaság egy nagyon nehéz időszakot élt át az elmúlt 1-2 évben, és én nagyon rövid ideje vagyok a vadásztársaság elnöke, ráadásul úgy, hogy nem is akartam a vadásztársaság elnöke lenni, de azt gondolom, hogy egy ilyen tradíciót nem szabad megszakítani. És én arra biztatok most mindenkit a vadásztárságba, hogy a vadászati logikának az íratlan törvényeit betartva próbáljuk meg visszaadni azt a minőséget, amit ez a név korábban jelentett. Mi most elkezdtük ezt a időszakot, ezt a következő 20 évnek a tervezését, és én bízom benne, hogy olyan vadászati élményekkel fogunk tudni gazdagodni, ami egyrésztről az alapját fogja képezni annak, hogy barátként tudunk egy asztalán ülni. A vadásztársaság sikeres működésének egyik meghatározó eseménye a minden évben megrendezett vadászbál, és ez az idei évben is nagy hangsúlyt kapott. Érdekes volt az, hogy bár a vadásztársaság tényleg egy ilyen kritikus időszakot élt meg, de viszont a bájai az egy ilyen tradíciót vittek, és mindig nagyon népszerűek voltak. Most is közel 300-an vagyunk itt. Nagyon szép programmal és nagyon szép műsorral készült a vadásztárság. És úgy látom, hogy nagyon jó hangulat. Ez azt jelenti, hogy az emberek számára tradíciók azért fontosak. És én azt gondolom, hogy ez fontos, hogy a vadászati életben ez megjelenjen. És én hiszek abban, hogy a Kossuth Vadásztárságnak egyrészt nem csak múltja van, hanem a jövője is. A közös célok és a közös értékek pedig jó alapul szolgálhatnak a sikeres vadgazdálkodás és az eredményes vadásztársasági működéshez. A magyar vadászati kultúrában nagyon sok olyan hagyomány és nagyon sok olyan érték van, amire oda kell figyeljünk. Mi egy apró vadas terület vagyunk, és szerintem ez a jelleg a következő időszakban föl fog értékelődni, és ebben nagyon fontos szerepet fog kapni az, hogy a vadásztársaság és a területén földterületen rendelkező földtulajdonosok, azok valamilyen harmóniában tudjanak együttműködni. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy értsék a tulajdonosok, hogy mi igyekszünk mindent megtenni azért, hogy az ő számukra a gazdálkodás az megfelelő biztonsággal történjen. Másrésztről pedig a vadászati kultúránk szempontjából pedig azok az értékek, amik itt vannak, itt főleg a nyúl és fácán, és az őz tekintetében pedig minél jobb eredményeket tudjunk elérni. A rendezvény elmaradhatatlan eleme volt idén is a legfinomabb vathúsokból álló vacsora és az éjféli menü, melyet a szervezők gondosan állítottak össze ez alkalommal is. Az ízletes fácánleves mellett vaddisznó és őszpörkölt is az asztalra került.
Az est egyik meglepetés produkciójáról az Estella Hastánc stúdió táncosai gondoskodtak. Idén is számtalan értékes felajánlás érkezett a tombola sorsolásra, köztük több vadkilövés lehetősége is. A tartalmas és szórakoztató este pedig mi mással is végződhetett volna, mint hajnalig tartó tánccal és mulatsággal. Engem gyalázz, engem tesz a vesz a szóra.